Egy élcsapat a Fehér Felsőben pályára épült BZ hűpés technika a tavaszi második fordulóban, éppen ott jártunkkor, egy számára viszonylag könnyen legyőzhető csapatot kapott. A papírforma érvényesítésével továbbra is ott vannak a dobogón a hűtés cég képviselői, akik a fiatalok és a régebbi rutinos játékosok sajátosan jó egyvelegért alkotják. Tovább éltetik az Altarika kupa idei elhódításának tudásuk alapján nagyon is valós reményeit. Egyébként éppen 10 éve szerepelnek ezen a tornán. Rosszul kezdődött a meccs, hiszen egyetlen kapusotok se volt itt, és egy obsitos futballlegenda, a kis Jani állt be a kapuba. Ez némi veszélyeket rejtett, hiszen a kékek nem voltak rosszak a tabellán sem, meg a játékban sem. Nem, János a Jolly Jokerünk, tehát ő minden posztra, akár még a kispadra is nagyszerűen befér. Hátul irányítja a irányítja, onnan indult, tehát hátul kezdődik a támadás, és ő nagyszerűen elosztja, jól át a pályán még mindig. Ez a hűtés technika egy remek kis baráti társaság, régóta együtt vagytok, vegyes csapat, Tolnaiak is, meg is. Teljesen vegyes csapat. Hát igazából már több mint 10 éve játszunk itt, mindig szóródik ki ember, mindig jön hozzá új. Hát az idéntől látszik az eredményen fiatalítottunk, úgyhogy a fiatalok azért húzzák erőre a szekeret. Mindenképpen a dobogó a cím, pontszámban elég jól állunk, tehát az első helyezettől 2 pontra vagyunk elmaradva, de a negyedik az már 6 ponttal mögöttünk van, úgyhogy igazából csak mi ronthatjuk el. Nem sokat kellett várnunk az idei Altarika kupa talán legnagyobb favoritjára, a fekete szerelésben pályára lépő Kuban Krasznodár névre hallgató együttesre. Éppen a legjobb nevű csapattal, a Chelsea névre hallgatóval meccseltek. Ők képviselték már, mint a feketék, a lendületet, a dinamikát és a látványos támadó játékot is. Nagyon erősek és roppant céltudatosak is. Az angol sztárcsapat nevét viselő pedig az öreg fiú kategóriába tartozik abszolút. Ennek ellenére a nemzetközi szinten nem éppen neves Krasznodárnak bizony meg kellett szenvednie ellenük a kis különbségi győzelemért. De miért ez a név, kinek az ötlete volt a Kuban Krasznodár csapatnév felvétele, amely egyébként az orosz első osztályú bajnokságban szerepel, nem keverendő a másodosztályú sima FC Krasznodár. Amikor összegyűjtöttük a játékosokat, akkor készítettünk egy Facebook csoportot, ahol ugye a dolgokat eldöntöttük, hogy mi legyen a csapatnév, milyen legyen a messzín, ilyen fontosabb dolgokat eldöntöttünk, akkor megszavaztattuk, hogy mindenki dobja be, mi a csapatnév ötlete, és tulajdonképpen 3 ötlet volt, amit úgy viccesnek, jópofának gondoltunk, és ebből ez a Kuban Krasznodár név kapott 2 szavazatot, a másik két csapatnév meg egy-egy szavazatot, és akkor így demokratikus úton úgy döntöttünk, hogy legyen ez a csapatnév, és legyen fekete a csapatszín. 3 éve szerepelnek ebben a felállásban az Altarikán, és ők a tavalyi bajnokok, naná, hogy az idén címvédésre készülnek. Ha nem is mindenki Tolnán bejegyzett lapcímmel rendelkezik, de a menedzser állítja, mindenki tolnai származású ebben a foci által összehozott baráti társaságban. Megye 2-be játszanak páran, ha jól tudom, Tolna 2-be, Dunakömlődön, tehát több csapatban is játszanak a megye 2-be. Vannak olyan játékosok, akik már nem nagy pályáznak, de ha jól tudom, egy-két kivételtől eltekintve mindenki nagy pályázott legalább pár évet. Ki a szponzor, aki támogat benneteket, vagy nem is kell egy szponzor, befizetitek ti saját magatokat? Saját magunk a szponzoráljuk. A tavalyi bajnok, a Kuban Kaszkád, aki játszik, az most is ott fönt van a spiccen, jó játékerőt képvisel, de a DZ hűtéstechnika is már fölemelkedett hozzá, úgyhogy szerintem vannak hagyományosan jó csapatok, és vannak meglepetésszerűen új csapatok. A Chelsea a hagyományosan jó kategória. A legrégebb óta együtt vannak, és öreg fiúkként az a különleges érzés keríti őket hatalmukban, sokszor, amikor a másik csapatokban már a fiaikkal találkoznak szemben. A két. Több mint 20 éve focizunk az Altaripán a Chelsea néven. Hát voltunk elsők is, dobogósok is többször. Most az idei évünk nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna.
de hát küzdünk a jó helyezésért. Hogy álltok még ott a negyedik, ötödik hely körül? Nem, most a hetedikek vagyunk. A fiatalítás elvből sincs napirenden a Chelsea-nél. Nincs új, tulajdonképpen szeniorkorú az összes játékosunk, az öregfiúk bajnokságban is ugyanezzel a csapattal játszunk, tehát a probléma az csak az, hogy tulajdonképpen itt a fiaink ellen focizunk ma. Ez nagyon jó, mert azért nektek találták ki ezt, nem feltétlenül azoknak a fiataloknak, akik máshol is, más fronton is érdekeltek. Mi a közös nevező? Ez egy baráti társaság? Vagy azonos érdeklődési kör, munkahely azonos? Nem, abszolút a focihoz minket össze. Rendkívül széles a munkahelyi skála a csapaton belül, de a foci szeretete gondolom az, ami ebbe a korba még hajt minket a pályán. Zalcalipa a semlegesnek mondható vélemények szerint az egyik legjobb kor összetételű a téli kispályás bajnokságok során Tolna megyében. Nem esnek egymásnak a csapatok, abszolút sportszerű a légkör, nincs kilívó tudásbeli különbség sem a csapatok között. Meglepő, hogy csak ugyan kiállítás nem történt tavaly se, és az idei bajnokság van, még kiállítás nem történt. Két perces kiállítás volt, de ilyen, hogy büntetni kellett volna, eltiltása nem történt. Tehát valóban sportszerűbbek vagy nyugodtabbak már a csapatokban a játékosok. A legnagyobb múltú labdarúgó, teremlabdarúgó bajnokság az Altaripa, ami még a rendszerváltozás előtt már elkezdődött, van, aki éppen 32-szer szerepel az idei tornán. Egyéb iránt a rendes bajnokság mellett egy külön öregfiúk bajnokság is fut. Van, ahol öregfiúk van, ott úgy van meghatározva, hogy 40 év fölöttiek játszhatnak csak. Ez 6 csapat nevezett, és a Zalligában, a bajnokságban pedig 8 csapat nevezett. Gyakorlatilag, hogyha azt nézzük, van 200-220 főt mozgatunk meg ebbe a kispályás labdarúgó bajnokságba. Amelynek ünnepélyes díjkiosztója már a futballtél végét, annak kispályás korszakának lezárását jelenti, és egyben a nagypályás szezon kezdetét is jelzi Tolnában.